Újra kihirdette a háború miatti veszélyhelyzetet a kormány. A kormányzati tájékoztatási központ közölte, a különleges jogrend fenntartására azért van továbbra is szükség, mert a Magyarországgal a szomszédos Ukrajnában a fegyveres konfliktus, valamint az annak következtében kialakult humanitárius katasztrófa elhúzódik. Az indoklásban azt is kiemelték, hogy a háború és a, gazdasági, és a szankciók gazdasági hatásai hazánkat és rendkívüli helyzeteli állítják. Azért is volt fontos a konzultáció, hogy mindenki rájöjjön, hogy mindenki veszélyben van. A miniszterelnök a közösségi oldalán is felidézte a pénteken a Kossuth Rádióban elhangzottak egy részét, így az orosz-ukrán háború okozta a szankciós infláció hatásait is. Ugye a boltban azért vagyunk veszélyben, mert magas árat kell fizetni, a kormány ezt nem is néző ölbetett kézzel. Majd a gazdaságra nehezedő terhekre tért ki a kormányfő. A cégek meg úgy vannak veszélyben, hogy a magas energiárak miatt leromlik a versenyképességük. A szomszédban duló konfliktus miatt ezért is hirdette ki a kormány újra a háború miatti veszélyhelyzetet. A kormányzati tájékoztatási központ péntek éjjel megjelent közleménye úgy fogalmaz, a különleges jogrend fenntartására továbbra is szükség van, hiszen az ukrajnai fegyveres konfliktus elhúzódik. A közlemény emlékeztetett, a veszélyhelyzetre vonatkozó alaptörvényi szabályok az országgyűlés májusi döntése értelmében november 1 megváltoznak. A jelenleg érvényes veszélyhelyzetet szükséges megszüntetni, és az új alaptörvényi felhatalmazásnak megfelelően a veszélyhelyzetet újra ki kell hirdetni. Úgy fogalmaznak, miután a veszélyhelyzet kihedetésére okot adó háború továbbra is fennáll, az erről szóló kormányrendeletek megjelentek a magyar közlönyben, a kormány pedig a parlament elé terjeszti a veszélyhelyzet és a veszélyhelyzethez kapcsolódó jogszabályok meghosszabbítását. Mint írják, a veszélyhelyzet fenntartása a kormány számára megteremti a hatékony és gyors döntéshozatal jogi kereteit a háború elől menekülők megsegítéséhez, valamint Magyarország fizikai, gazdasági és energiaellátási biztonságának védelméhez. Szakértők szerint az orosz-ukrán háború a Magyarországra nehezedő migrációs nyomást is fokozta, hiszen a háború kitörése óta eltelt 8 hónapban hozzávetőleg másfél millió menekült lépte át az ország határait, és ennek a nem mindennapi helyzetnek a kezeléséhez is fontos eszköz a most kihirdetett veszélyhelyzet. Több mint 8 hónapja a Magyar Mártai Szeretett Szolgálat folyamatosan berek sorányban van a segítségponton, és segítséget nyújt a háború erő menekülőknek. A Máltai Szeretett Szolgálat műszakvezetője az emelynek elmondta, folyamatosan érkeznek a menekültek. Tapasztalataik szerint bármikor befuthat egy nagyobb csoport, akiknek enni és inni illetve tisztálkodó szereket adnak, valamint megszervezik a továbbutazásukat is. Az országos rendőrfőkapitányság adatai szerint csak pénteken a magyar-ukrán határszakaszon 6696-an léptek be Magyarországra, a magyar-román határszakaszon belépők közül pedig 5322-en nyilatkoztak úgy, hogy Ukrajnából érkeztek.